horvát politikai elit megrökönyödött azon, amikor azt mondtam, hogy a politikai kapcsolataink a mélyponton vannak, be kell látnom, túlságosan optimista voltam, van még jóval lejjebb is, mondhatnám azt, hogy fagy ponton vannak a két oldalú politikai kapcsolataink, nem jó, hogy két szomszédos ország között, ez így van, nem mi okoztuk, hogy ez így legyen, tehát én azt gondolom, hogy a következő előrelépés majd akkor történhet meg a politikai kapcsolatok rendezésében, hogyha Horvátországban választás lesz, és az új kormány majd úgy gondolja, hogy ezen a kapcsolaton javítani akar. Tudom, valószínűleg könnyebb néhány óra alatt átszállítani a bevándorlókat Horvátországon és Magyarországra bízni az ellátásukat, mintha ők maguk ellátnák. Mi 230 ezer illegális bevándorlót fogadtunk az idei esztendőben eddig. 230 ezeret. Tehát nekünk ne a horvát miniszterelnök akarja megmondani, hogy mi a helyzet bevándorlási ügyben. Az együttműködési készség a bevándorlók részéről radikálisan csökkent, sőt, sok esetben tapasztalunk agresszív fellépést a magyar hatóságokkal szemben, és mivel az európai jogszabályok meglehetősen limitált módot biztosítanak a nemzeti hatóságoknak arra, hogy kikényszerítsék a regisztrációt, ezért bizony vannak olyanok, akik nem tudunk regisztrálni. Én azt gondolom, hogy a Szíria körüli országokban nekünk, a menekült táborok, nekünk Európai Uniónak, a menekült táborok finanszírozását át kell venni, és ha újakat kell létesíteni, azt is finanszírozni kell. És erre legyen kötelező kvóta. Osszuk szét ezt a költséget 28 felé, nyilván kinek-kinek a teherbíró képessége szerint.